két U12-es csapatot is indított a klub Makarskán. Az A csapat végül a 8. helyen zárt, míg a B2 győzelemmel és 6 vereséggel búcsúzott a tornától. Az U13-as együttes a dobogó 3. fokát csípte el. A Debrecen utáni vereség után fel kellett rázni a csapatot, meg a lányokat, mert is letargiába kerültek, tehát nem játszottunk jól. Ma viszont úgy gondolom, hogy mindenki meg akarta mutatni, hogy ott van a helyünk a döntőben. Úgyhogy a Hipót igazából az elejétől kezdve nagyon magabiztosan végigvezetve le tudtuk győzni, és teljesen megérdemelten szereztük meg a bronzérmet. Az U11-es csapat a döntőig masírozott. A mérkőzés egyik legjobbja Halász tíme a 7 gólt vágott a Kozár Michelinnek, ám csapata 1 gólos vereséget szenvedett. Nagyon jó voltam, és nagyon jól éreztem magamat. Izgalmas volt, meg szerintem a csapat is nagyon ügyes volt. Az egyhetes nemzetközi utánpótlás torna nem csak a kemény munkáról és a sikerekről marad emlékezetes a lányok számára, hanem az azt követő jól megérdemelt tengerparti pihenésről is. Csütörtökön a klub szurkolói ankétot tartott, ahol tájékoztatták a drukkereket a fejleményekről. Az eseményen ott volt az új játékosok közül a Dániából hazatérő korábbi válogatott játékos Mayer Szabina is. Vele együtt összesen 7 érkeztek eddig a klubhoz. Teljesen új csapatot kell összerakni, újra azt a rendszert, amit én szeretnék, illetve szeretek játszotni, azt meg kell tanuljuk, akár védekezésben, akár támadásban, össze kell csiszolódjunk, most nem akarok senkit untatni, páros-hármas kapcsolatok, stb. Erre van 8 hetünk. A július 8-án kezdődő felkészülési program során a dunaújvárosi és a váci csapat mellett francia és dél-koreai ellenfelekkel is összeméri erejét az SKKA. Az új szezonban a 13 hazai bajnoki mérkőzésből a tervek szerint 5-öt az Aréna Szaváriában, 8 találkozót pedig a Haladás Sportkomplexumban rendeznek meg.